2024-ben már a gazdasági növekedés helyreállítása lesz az első. A részleteket az Indexen megjelent publicisztikájában ismertette a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton 4% körüli növekedés jósol 2024-re. A reálbér növekedésről pedig úgy véli, az megközelíti majd a korábbi évek átlagos 5% környéki emelkedését. A gazdaság visszapattanását szerinte három terület segítheti: a fogyasztás helyreállítása, a beruházások helyreállítása, valamint a munkaerőpiaci aktivitás ösztönzése. A miniszter szerint a reálbérnövekedés és az infláció csökkenése segíthet a fogyasztás felpörgetésében. Ezzel az elemző is egyetért, ugyanakkor emlékeztet, jelenleg 2019-2020-as szinten van a fogyasztás Magyarországon, ami uniós összehasonlításban sem kedvező. Igen, hát ez volt az az adat, ami a villámkérdés alapja volt, hogy csak Bulgáriát előzzük a fogyasztás tekintetében. Az első kérdésem, hogy amikor úgy volt, hogy bevezetik, vagy be is vezették a 300 forintos vízidíjat, abból az akkori ellenzék, a mai kormány párt tudott egy népszavazást csinálni, hát ahhoz képest sokkal brutálisabb most a gazdaság állapota. Viszont népszavazást szinte semmiben nem tud csinálni a mostani, de igen, mostani kormánypárt miatt. Viszont igény sincs nagyon rá, nem? Tehát a társadalom le van merevedve, úgy letett, leeresztett kézzel néző, hogy ez van, 40% infláció két év alatt, így jártunk. Mert nemzetközi körülmények, a Brüsszel, a háború, szankciós politika, COVID. Ezek tönkretezik az országot. Ezekről a számokról annyit mondanék csak, hogy amit Nagy Márton mondott, hogy azt hiszem 2021-ben azt olvastam, hogy 4 naponta, egy év alatt módosították a költségvetés számait, tehát durván 90-szer. 2022-ben 60-szor, 23-ban azt olvastam, hogy hetente, tehát végülis akkor 50 körül járunk. Jól reagáltak a változó körülményekre. Végül is ez egy csökkenő tendencia, tehát hogy most ez akkor 5 vagy bármennyi, szerintem ezzel nagyon, tehát én nagyon szurkolok, hogy így legyen, tehát legnagyobb híve vagyok ennek a számoknak, hogy ez így legyen, de attól tartok, hogy majd módosítva lesz a költségvetés, és állandóan változni fog. Egyébként milyen az a kormányzás, Gábor Tántúrral beszél, ahol 90-szer kell módosítani. Hát itt is lehet mondani persze, hogy a körülmények... Rugalmas, még alkalmazkodó képességben, mert Varga Mihály meg azt mondta, hogy azért nincs nagy fogyasztás, mert az emberek alkalmazkodó képesek. Beruházás is, meg fogyasztás sincs, mind a kettőre mondta, hogy a szereplők ugye alkalmazkodó képesek, de hát tényleg, amikor kirül a zsebed, akkor alkalmazkodó képes vagy, hogy nem tudsz venni valamit. Tehát, hogy olyan szintéren zajlik a gazdaságpolitika, ami szerintem méltatlan ahhoz, ahogy ezek az emberek föl vannak készülve egyetemek által. Tehát, hogy ez egy nagyon, nagyon furcsa világ, nem tudom, hova nagyon fut ki. Nagyon furcsa kommunikáció, nem biztos, hogy az emberek, ezek az emberek, hogy mondjam, azt képviselik intellektuálisan, mint amit kifelé... Remélem, hogy nem, igen. Mert annyira szerintem nincs rossz helyzet. Tehát, hogy amiket beszélnek, az vérfagyasztó, de azok, akik egyébként gazdaságpolitikáról beszéltek az utóbbi időben, mondjuk nekem, amikor éppen riporterkedtem, azok mind azt képviselték, hogy a 3-4%-os növekedéseket az könnyedén produkálta a magyar gazdaság az Európai Uniós bevételek mellett. Tehát, hogy a növekedésnek a 3-4%-a az például biztosan összefüggésbe hozható azzal, amit kaptunk. Hát ha most is bejött, azért bejövőben van, érkezőben van 10 milliárd eurónyi Európai Uniós pénz, akkor ebből következően lehet, hogy tökre rendben van a 4-5%-os 4%-os gazdasági növekedés, 5%-os reálbér növekedés, ezek éppen lehetségesek. De azt nem nagyon értem, hogy ahhoz, hogy a záfa bevételhez hozzájussanak, ahhoz nekem szépen fogyasztanom kell, igyekszem is kitenni magamért, de ugyanakkor meg Magyarországon mostanáig elég erőteljesen képviselték azt, hogy a magyar embereknek legyen megtakarításuk, mert nem volt, most sem nagyon van szerintem. Tehát, hogy végig kéne gondolni, hogy melyik szájunkkal fújjuk a meleget, és melyikkel a hideget, nem? Amikor a Nagy Márton ezeket elmesélte, akkor jelentette be Szijjártó, hogy mennyivel több beruházás és befektetés érkezett Magyarországra. Ő mondta, hogy a okos vállalkozók visszafogták a beruházásaikat, miközben egyébként Varga Mihály meg elmondta, hogy a 2023 sokkal jobb évünk volt, mint a 2022-es.
Tehát nincsen összhang közöttük, de amit Závész Tibor mondott kicsit korábban, hogy a kudarcot is sikernek tudják eladni. Szóval abban az interjúban van egy olyan mondat is, hogy megszűnik az ikerdeficit, mert lám már 2023-ban is pozitív a külkereskedelmi mérlegünk, és ez így fog folytatódni, tehát erősödik a gazdaság, jól teljesítettünk 23-ban is. Na erre megnéztem. Csökkent az export, de a fogyasztás összezuhanása miatt még jobban csökkent az import, és így aztán a szaldó pozitív lett. Most ezt úgy eladni, hogy pozitív folyamatok indultak be a gazdaságba, egészen elképesztő, egyébként pedig honnan tudná ő? Hát az életben még egyetlen egy számot se találtak el soha. Igen. A következő évet illetően. Ráadásul nyáron csináltak egy költségvetést, ami ma már, ahogy Tibor is mondta, semmit nem ér. Tehát tulajdonképpen itt most hallgattunk egy szöveget a minisztertől, úgyse fog rá senki emlékezni egy év múlva, majd csak lesz valahogy, csak hogy. Megint ott vannak a számok mögött az emberek. Ha ő azt mondja, hogy lesz 5% infláció és 5% reálbér növekedés, az azt jelenti, hogy akkor összességében ugye 10% növekedés lesz ott. Ezzel szemben viszont kaptak a nyugdíjasok 6%-os nyugdíjemelést, tehát tovább szakad el a aktívak és a nyugdíjasok jövedelme egymástól, aminek a következtében a nyugdíjasok több százezren nem tudnak kijönni abból a nagyon kevés nyugdíjból se, ők azok, akik rendkívül vissza kellett, hogy fogják a fogyasztásukat, és ezen számok alapján ez ugyanígy marad jövőre is. Akkor bocsánat, megint egy kérdés, van 2,1 millió öregségi nyugdíjban érintett ember, hát csak velük választást lehetne nyerni, hogyha ennyire rossz a helyzetük, már pedig ez elég tényszerű, akkor ők hogy még gondolkodnak, hogy kire is szavazzunk. A Telexnek volt egy olyan interjúja, egy faluba lementek, ahol 95%-ot kapott a Fidesz, és megkérdezték a illetékes bácsit, hogy hát hogy élnek. Hát mondta, hogy nagyon rosszul, hát nem jövünk ki a nyugdíjba, a jövedelem hónap közepére elfogy már. Na és ki ezért a felelős? Azt mondja, hogy hát az állam. Az állam a felelős. Nem Orbán Viktor? Hát az Orbán Viktor jót akar nekünk, hát az Orbán megmondta múltkor is, hogy jót akar nekünk, csak az állam nem engedi, az állam a felelős. Igen, egyébként erről van statisztika, hogy minél alacsonyabb gazdasági helyzetben vannak, valahogy annál jobban inkább Fidesz szavazók. Ez egy paradoxon, de ha megnézzük például a budai kerületeket, ahol ugye jobb módúak, ott meg pont ellentétes a mozgás, ott egyre inkább ellenzékiek a szavazók. Én a magam részéről egyébként nem hiszek Nagy Mártonnak, amit a Gábor is elmondta, az csatlakozni. Korábban sem jöttek be azok a számok, amiket mondtak, ez most évvégén ki is derült. És úgyhogy miért előtérbe Orbán Viktor Varga Mihály kárára kormányzaton belül? Hát ő ezt képviseli, hogy ezt a fajta, az ilyen jobban hisz abban, amit mond talán. Ő a beruházásokban gazdaságélénkítés. Azt mondta akkor, tehát én nem tudom, nem vagyok közgazdász, de hogy az, azt hiszem nem úgy van, hogy a inflációt leküzdöttük, akkor itt húzunk egy vonalat, most jön a gazdaságélénkítés. Tehát, hogy hát azt hiszem ez egy komplex. Ugyanakkor meg a költségvetési hiány az meg elég magas. Tehát, hogy az meg ugye az interjúban is mondja, hogy a Németországnak is, meg a sikeres országnak, meg nekünk is el kell engedni a költségvetési hiányt, el kell engedni, az nem érdekes, és ezt a pénzt bele kell nyomni a gazdaságba. Hát ez ilyenkor szokott az lenni, hogy elszáll az infláció, aztán megszűnik az ország iránti bizalom, ettől drágábbak lesznek a hitelkamatok, és megint ott tartunk a jövő generációinál, akiknek ezeket a hiteleket mind vissza. Viszont történelmileg úgy alakul, hogy a jegybank egyre függetlenebb lesz, mert hogy Matolcsi kritikát foganatosít egyre másra a kormányzattal szemben. Miután megmondták neki, hogy nem lesz újabb, nem tudom. Jó, most mit kell mindennek a... Nem értem a kötekedést, de az tény, hogy a független jegybank kívánatos. Igen vagy nem? Igen. Hát most a Matolcsiról lehet beszélni, de nekem a nagymám azt adott, hogy addig nyújtózkodjam, eddig a takaród ér, hát a kormánynak mintha nem ez lenne a politikája. Szóval addig nyújtózkodjam, eddig Nagy Márton ér.
Köszönöm szépen, ennyi volt a második blokk, ismét reklámszünet, és utána folytatjuk a civilt.